Pumba. Az életben mindig a szépet. Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz. Sidd el, ha sokszor durva is az élet. Mindig találni benne kellemest és szépet. Hétek ragyog ma, tétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly, s a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életed, mely jutalmaz és büntet, s mely már az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusiág, s halljuk, reménytől szívetek vagy lüktet.
szép lassúsággal búsan szól az ének. Föl-föl repülne, leszáll, tétováz, a sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva néztek a messzeségbe, s a szívetekben fölzenk, hogy tovább, tovább, a gimi már vár. Különleges érzés, hogy most állunk így együtt ezen a jól ismert udvaron, hiszen legelső közös emlékeinket éppen itt az iskolában szereztük 4 éve. Ezt a számot még kimondani is elég, hiszen gondoljuk csak bele. 2015. szeptemberében megszeppent 6-7 éves kisgyerekek voltunk. Ettől a pillanattól kezdve máig csaknem 2433 napot töltöttetek el a gimnázium falai között, 136 nevelői órát és sok vidám percet. Az itt eltöltött évek során számtalan élmény, tapasztalat, tudás, barátság, vidámság és még milliónyi boldogság. Життя – вічний вокзал, де розлучається, зустрічається, плачуть і радіють. І сьогодні ми з вами на вокзалі прощання, прощання з початковою школою. Час іде, потяг стоїть біля перону, а пасажири щось запізнюються. Вітаємо вас на нашому вокзалі прощування з початковою школою. Та не поспішайте сідати у вагони, у вас іще є час. А як хотілося б повернутися назад і прожити ці роки знову зі своїми друзями, хвилюватись під час контрольної, підказувати другові, брати участь у змаганнях, концертах. У нас є нагода сказати слово вдячності всім, хто розділив разом з нами щасливі і сумні моменти. Ось і перші 4 роки промайнули. А 4 роки – це 2904 уроки, 2433 запальних перер, 136 класних годин, гори прочитаних казок, списаних зошитів і чернеток, безліч конкурсів і змагань, свят і репетицій, сварок і примирень. За 4 роки ми разом з'їли 400 кілограмів смачних булочок, стали важчими на 250 кілограмів і виросли на 7 метрів 59 сантиметрів. Давайте згадаємо разом, якими вони були роки початкової школи. Так як сьогодні погода хороша, я зробила вам відео, але я скину вам в Фейсбуці всім, і ви подивитеся. Добре? Дякую. Most pedig szeretném felkérni Kovács Péter igazgató úrunkat, hogy szóljon néhány szót. Tisztelt szülők, nagyszülők, kedves ballagó végzős osztály, nekem még ízlelgetnem kell egy kicsit ezt a kifejezést, hogy ballagó alsó tagozatosok, mert összesen másodszor fordul ilyen elő. Hát tavaly többféle okból kifolyólag a iskola belső területén tudtuk megoldani a negyedik osztályosoknak a ballagását. Ma Violetta nénitek nagyon jól imádkozott, talán túlságosan is jól, mert most már kezd meleg lenni, és nagyon is. Meg nem láttam én előre a forgatókönyvet őszintén szóval, mert akkor lehet, hogy azt mondom, hogy picit próbáljuk rövidebbre faragni az egészet. Azon gondolkodtam itt, ameddig ti fölléptetek, kedves gyermekeim, hogy mi lesz akkor, hogyha végigcsináljátok a előtetek álló 7, esetleg 8 tanévet, hogy amikor 11. vagy 12. osztály befejezése után álltok majd itt, valódi végzősökként, amikor valóban elköszöntök az iskolától, mert remélem, hogy most azért kevesen lesznek közületek, akik itt hagynak bennünket ezzel a tanévvel, ennek a tanévnek a végén, hogy akkor milyen műsorral fogtok előrukkolni. Lehet, hogy éjfélkor megyünk haza? Lehet, hogy igen, mert nagyon jól sikerült ez a kis bemutatkozás. Viccet félretéve, én nagyon örülök annak, hogy a második keresztésünket tudom itt köszönteni ma, ami az alsó tagozatot illeti, és ez a második keresztés, ugye minden alkalommal, aki itt van közöttünk a szülők, nagyszülők közül, az hallani szokta, hogy amikor tanévet zárunk, akkor megpróbálom én a végzős osztályt, vonatkozik ez persze elsősorban a 11-esekre, egy-kettő szóval jellemezni, esetleg egy rájuk jellemző kifejezéssel. A tavalyiaknak őszintén szóval nem is emlékszem, hogy mit mondtam, de nektek azt tudom mondani, hogy ti voltatok az idomítás csodái.
de őszintén. Tehát ez az a társaság, ahova én be tudtam menni szünetbe, ilyen-olyanokból kifolyólag. Kérem szépen, ezek a gyerekek, lehet, hogy szégyen, de ültek és tanultak. Készültek a következő órára, sőt, fölálltak és köszöntek. Szünetben, kérem szépen, ami azért nem egy elhanyagolható körülmény és teljesítmény. De reméljük, hogy meg is van majd a eredménye a negyedikes bizonyítványokban, ez vissza fog tükröződni. Illetve abban is bízom én, hogy valóban a előttetek álló felvételi vizsgákat azt nagyon könnyen venni tudjátok majd, azt az akadályt, amit a felvételi vizsgák jelentenek, és akkor szeptember 1-én úgy lépitek át az iskola küszöbét, hogy már nem elemi iskolások vagytok, hanem nem alsó tagozatosok, hanem általános iskolások. Elnézést. Általános iskolásként pedig 5. osztálytól, vagy hogyha úgy tetszik, hát gimnázium 1. osztálytól kezdve a lehetőségek gazdag tárháza nyílik meg előttetek, hogy más nem mondjak, jönnek majd azok a bizonyos tantárgyi vetélkedők, ahol köszönhetően a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetségnek és a Magyarország kormányának lehetőségetek lesz arra, hogy ha jól szerepeltek egy tantárgyi vetélkedőn, akkor nem kevesebb, mint egy hetes üdülés, tehát hétnapos üdülést nyerjetek a Balaton partján például a kokáért. Tehát oda kell majd tennetek magatokat. Idén 28 gyerekünk nyerte meg azt a lehetőséget a jó teljesítményének köszönhetően, hogy a Balaton partján nyaralhat. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre köszönhetően annak, hogy ti ilyen sokan vagytok, és remélhetőleg lesztek is, ez a 28-as szám, hát ne legyünk elégedetlenek, telhetetlenek, legyen mondjuk 48. És akkor mindenki jól járt szerintem. Szeretnék ehelyről köszönetet mondani a tanári kollektíva azon részének, amelyik segítette Violetta nének, a ballaktató osztályfőnöknek a munkáját. Olyan osztályfőnököt kaptok, aki szerintem Violetta nénivel kiegészül, mert szent meggyőződésem, hogy nem fogja elveszteni a kezeteket a ti tyukanyótok azután se, hogy ötödikesek lettetek és általános iskolások. Ugye a leendő osztályfőnökötökkel kiegészülve ketten tényleg olyan csapatot alkotnak majd beületek, hogy büszkék leszünk rátok. De mintha eddig nem lennénk azok, már is büszkék vagyunk, de Isten adja, hogy úgy legyen, hogy még büszkébbek legyünk majd rátok a jövőben. Nagyon tapasztalt osztályfőnököt kaptok, akinek eddig csak jó osztályai voltak, de nem szeretném lelőni a poént, azt majd Violetta néni elmondja, hogy ki lesz ez az osztályfőnök. Én kívánok, azután, hogy megköszönöm tényleg a tanári kollektívának a munkáját, Violetta nének a munkáját, a szüleiteknek, nagyszüleiteknek a támogatását, segítségét, mert nélkülük sem sikerült volna meg, szent meggyőződésem szerint elérni azokat az eredményeket, ameddig eddig elértünk. Kívánok mindenkinek sikeres felvételi vizsgát, azután szép nyarat, vonatkozik ez a szülőkre, a nagyszülőkre egyaránt, jó pihenést, nektek pedig azt, hogy azért szeptember 1-én legnagyobb túlnyomó többségetekkel találkozunk, és úgy, hogy senki nem nősült meg, senki nem ment férjhez, nem alapított családot, hanem gyerekként, csak éppen általános iskolásként értek vissza hozzánk. Köszönöm szépen! Безпорадні розгублені маленькі, колись уперше ми прийшли до школи. Ви нас зустріли, наче рідна ненька, і ми вас не забудемо ніколи. Ви стільки діточок добром зігріли, пораду дали, вислухавши вчасно. Від бід на щастя зуміли захистити, забувши про турботи власні. Ви нас навчали грамоти, науки, як стати чесною, порядною людиною і шанувати власну родину, любити красу і рідну батьківщину. Моя учителька, привітна, мила, щира, турботлива, уважна, принципова, великодушна, лагідна та справедлива, вас називають вчителька від Бога. Ритоні тут обету тирні, мек фокто кезамет, і бісто тут, не годь фелот, ідеш водь, езмай некет. Мушу я ваш, іму го тут, дичерт кет версово. Хавала мит росатетинг, elég volt egy sohaj. Ha az utcán átsétáltunk, megfogta a kezemet. Ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nékünk. Kedves, csengő hangunk. Még dalait azóta is, ma is szinte hallom. Egy kis virág, elmond mindent, amit én csak érzek. Az Európai dolgos évet, így köszönöm én meg.
búcsúzunk attól, akitől éveken át jóra intett, talentott, svédet, hogyha kellett. Így cseperedtünk szívem mellett, mennyi apró és nagy viharba vitt minket féltve, szinte karban, lelkünket mentve, kedves sokszor, óvott jövendező zaporoktól. Volt otthonunk is legtöbbünknek, anyák, apánk, kikísértek minket, de amit ők nem tudtak adni, azt kaptunk itt 4 év alatt mi. Mik remekbe léptük ebben az épületben, és most menjük el, hogy az élet. Titkóba tisztő történik, lát, bárhova nézzük, most már minden. Úgy villan vissza szemeikben, ahogy hosszú pár év múlott alatt az itten megtanultam, s mit itt tanultam, és végigírtam. Az életet egy új fordulatot vesz, egy régi ajtó zárul be előtted. De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép. Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, soha ne fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, keresd a jót, ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok. Tudni akarod, hogy mit gondolok? Rendben, neked elmondhatom. Új diákok, tanárok és új iskola. Sok minden változik, de te maradj önmagad. Ha megfogadod a tanácsom, semmi baj nem érhet a világon. De légy erős, kitartó és bátor. Amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot. Rézsem, most búcsúzni kell, nincs mit tenni, menni kell. Bons, hogy a könt eljön mosod, béke és nyugom sose honod. Bonsó kemék jó és sosban nem volt köztünk sok gonosz, akár boldog, akár nem, közös az összes emlékem, és csak nem újik el ez a gombos, mi torkomat kínozza. Mégis jön a könyv, mint folyó, kis csapatuk mitosa.
barátod, nincs nálad jó barátod, kerek egy világon, járnyúzni fogtok, mint elmúlt napjaink, leírni ezt kint, akármilyen házi feladataink, emlékezhetek mindarra, mi együtt sikerjük, ne gerjedettek hallgara, ha nem volt nagy sikerünk. Remélem, ha kihajoz az élet nagy vizére, egy-egy vihar összehozna párnosztja hétvégén. Hamarosan elindul, minden ilyen valamely, majd egyszer egy, mint egy tündér mesébe, de néha-néha hébe-hóba köröljetek. Majd képes lapok, húsvétről vagy karácsonyra, csak hogy tartsunk a kapcsolatokat. Hogy veletek, négy csodás évet tölthetem, csak aztán jók legyetek, mert nincs több ötletem. Utolsó percek, mint osztálytársak, utoljára nagy ölelés. Jók voltatok bajban társak, sosem volt hátunkban kés. A búcsú fáj, tagadni kár, indulunk már, szelek szárnyán. Az élet egyetlen esély, vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, tedd valósággá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játszd. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet nagyon, az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzz le, az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet, élet, éljed. Thank you.
Egyszer régen édesanyám megfogta a kezem. Kicsit féltem, amikor az iskola kapujához vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi szék, mennyi asztal. Gyorsan múlt el az első nap. Elfutott egy hét, aztán négy év. Négyszer láttuk az iskola kapuját, hogy a zöld lombok integetnek, hogy szárazág van a fám. Közben pedig úgy megnőttünk, hogy a padon kicsi már, és holnap pihenés helyett a gimis felvételi vár. Eltelt már jó pár év, de valami visszahoznék. Talán a kedvesség és mosoly, vagy hogy még semmi nem volt komoly. Nem is tudtam, hogy ilyen nehéz felnőni, hogy nem kiálthatom, ha baj van, Violetta néni. Nem szól már senki, hogy el fogok esni, hogy a cipőfűzőt ne hagyjam kikötödni. Nincs több dorgálás, hogy öltözzek fel melegen. Nem dicsérnek már meg, ha felemelem a kezem. Milyen szép is volt régen az órákon, még összevesztük a piros pontokat, de mostanra minden megváltozott, visszasírjuk a sok közös napot. Tetszik még emlékezni rám, én bizony emlékezem ám a sok dolgálás a ruha miatt, és hogy minket csak a foci izgott. A sok-sok piros pont szerzés, a rengeteg közös nevetés. Tetszik még emlékezni rám, én bizony visszasírom már. Buson énekeljünk már, buson búcsúzunk ma már. Hiányozni fognak az iskola padjai, hiányozni fognak a barátaink. Tanáraink, kedves tanáraink, bocsásson minden rosszaságunkat, minden becsapásos játékunkat. Néha nem tanult leckéinket, mindig szórakozni akartuk, mindig lyukas órákra vártuk. Most, mikor visszanézünk, megtaláljunk a hibánkot. Most itt állunk buson, búcsúzunk mindentől. Négy év eltelt, mint az álom, de emléke szívünkben megmarad. Közelek a nyári szünet. Örülünk, már nem kell füzet. Szeptemberig nem tanulunk. Ötösökre sem magolunk. Nagyon ránk ment a pihenés. Jó esik a semetévés. Tennivaló akad bőin, a tanítás nem ment könnyen. Nem is szólva a vizsgákról, átvíroztott éjszakákról. Rendesen meg vagyunk fésülve. Utolsó vizsgán készülve. Nem eredményünk kimítélve. Kemény vizsga másik ünnepet. Nem a miénk csak az érdem, a tanár úrnak köszönjük szépen. Kemény munkáját az éjben. В нашому сходженні шкільними сходиками нас супроводжували вірні друзі-помічники, наші батьки. Доброю порадою, мудрим наказом направляли вони дітей. Легкою димкою суму змінили їх очі, коли інколи в ваших щоденниках з'являлися погані оцінки або зауваження. Проте яскравими іскорками звеселялись вони, коли раділи вашим успіхам. Мені здається, що наші батьки отримали ще одну початкову освіту. А разом з ними до школи ще раз прийшли ваші бабусі і дідусі. Адже їх ніжна турбота і трепетне хвилювання завжди були особливими. Які б вони були шкільні будні, але батьки та родина завжди вірили у своїх дітей. Еза бучу, аз енеп ет пілонатик, торт чупан, штудун кел, хоч уйоб мек мейрететишек követкезнек. Ma egy meghatározó korszak zárul le életükben. Véget érnek az elemi iskolás évek. Ha megkérdezitek a hozzátok közel álló felnőtteket, meglepődve hallhatjátok, hogy az ember
életében a legszebb élmények, emlékek a gyermekkorhoz, iskolás korhoz kötődnek.